Kedves elnök asszony! A hivatalba lépése óta eltelt 8 esztendő eredményei által hazánk bíróságainak történelemkönyve aranykort hirdető újabb fejezettel folytatódott, amelynek írásában jelentős szereppel vetted ki a részed. 2012 óta a bírósági szervezet mérföldes léptekkel haladt előre, melynek nyomán a siker, az eredményesség és a fejlődés hangjait visszhangozták a magyar igazságszolgáltatás templomai. Köszönjük, hogy támogatásoddal az alaptörvény szellemének legjobb értőivé, a merőben új eljárásjogi kódexrendszer legfelkészültebb alkalmazóivá váltunk, hogy iránymutatásod mellett a digitális fejlődés motorjai és a társadalmi felelősségvállalás számos területének nagyszerű példái lettünk. Nem lehetünk eléggé hálásak azért, ahogy a bírósági szervezetet a hagyományaiban rejlő értékek megőrzésével és ápolásával átvezetted a 21. századba. Iránymutatásod mellett a magyar bíróságok ítélkezési teljesítménye Európa élvonalába repített bennünket, a jogszerűség, időszerűség, megalapozottság kihívásaira vitathatatlan eredményekkel válaszoltunk. A bíróságok ügyhátraléka és régi ügyeinek száma tovább csökkent, döntéseink elfogadottsága újfent javult. Az innováció iránti elhivatottságodnak köszönhetően a bíróságokhoz fordulók a legmodernebb körülmények között korszerű ügyfélközpontokban egyszerűbben, gyorsabban intézhetik ügyeiket, a szervezet iránti közbizalom erősödött, az ügyfelek elégedettsége nőtt. Magasabb szintre léptünk a bírói önigazgatás gyakorlásában és annak tökéletesítésében is. Soha annyi lehetőség nem kínálkozott a bíróságok dolgozóinak arra, hogy részt vállaljanak a szervezet működésében, és személyes közleműködésükkel, szerepvállalásukkal alakítsák annak sorsát, mint ma. A bírói hivatás jelentőségét méltó módon elismerő illetmény iránti elszánt kitartásod célba ért, melynek eredményeként a bírói illetmény immár versenyképes jövedelmet, kiszámítható életpályát biztosít a hazánk bírói kara számára. Áldozatos és mindannyiunk iránt érzett felelősséggel végzett munkának hála, a bírák és az igazságügyi alkalmazottak megbecsültsége megérdemelt helyre került. Köszönet és elismerés érte. Soha el nem múló tudást, érzést kaptunk tőled bírói hivatásról, bírói függetlenségről, pártatlanságról, méltányosságról, elfoglaltanságról, igazságosságról, melyet ezúton is hálásan köszönünk.